Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Kaposvárt fogadja a Marsó Nyíregyháza. Gólgazdag edzőmeccsekkel nyitottak a kisvárdai facisták. Törökországba utazott a Nyíregyháza Spartakusz. Rangos elismerést kapott Szekér Lászlóné. Heti 4 edzéssel készül a baktai futballcsapat. Győzelemmel kezdték az évet a nyíregyházi tekézők. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó Nyíregyháza. Sitkó Ernő együttese a Kaposvár elleni délután 4:30-kor kezdődő mérkőzésen szeretné megszerezni idei első győzelmét. Sokat beszélgettünk, és megpróbáltuk megkeresni azokat a problémákat, amik okozhatják a szereplésünket. Remélem, hogy jó irányba indultunk el, bízom abban, hogy mindenki átérzi a helyzetnek a fontosságát, és mindenki tudja, hogy mennyire fontos számunkra a következő találkozó. Egyébként nem szeretem, hogyha ilyen hosszú szünetek vannak, sajnos kiesünk egy mérkőzés ritmusból, sokkal jobb lenne, hogyha gyakrabban tudnánk játszani. Kerestem edzőpartnereket, de sajnos nem találtunk olyat, aki tudott volna velünk egy jó mérkőzést játszani, úgyhogy ez hiányozhat. Jobb lett volna, hogyha tudunk meccsekkel készülni. Ugye ilyenkor az is benne van a játékosokban, hogyha ilyen ritkán van mérkőzés, akkor egy bizonyos meccsre túl koncentrálnak, és ahogyan a koncentrálatlanság hibát jelent, úgy a túlkoncentráltság szintén hibát jelenthet. Akadtak kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó játékosok a keretben. Ez az időszak jó volt arra, hogy ezek rendbőjenek? Igen, természetesen kezeltük a sérüléseket, és mindig úgy gondolom a legjobb kezelést kapják, és szeretném megköszönni ezúton is az orvosi stábunknak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeznek. Viszont ezek nem olyan sérülések, amik maradéktalanul elmúlnak ennyi idő alatt, de szerencsére mindenki edzésmunkát tud végezni, és 100%-os edzésmunkát tud végezni, és így a hétvégén játszani is fog mindenki a sérültjeink közül. Amikor egy csapat szereplés elmarad a váltó, mindig felmerül a játékos erre lehetősége, ezen a téren mi a helyzet? Igen, természetesen mi is gondolkodunk ilyenben, viszont mindenféleképpen szeretnénk megőrizni a csapatnak a stabilitását. A várt eredmény, ugye a bajnokság elején arról beszéltünk, hogy jó lenne 8 közé kerülni, illetve ezt tűztük ki célul. Ez egy elég nehéz elvárás volt, illetve elég nagy feladat. A bajnokság alakulása közben azért látszódott, hogy milyen ellenfelekkel küzdünk, és ez egyre jobban kezdett irreálissá válni. Viszont akkor is, hogyha nem fogjuk elérni ezt a célt, akkor sem szeretnénk a csapatnak az anyagi hátterét és a csapatnak a stabilitását megbontani. Elsődlegesen ebben az évben mindenképpen az a feladatunk, hogy próbáljunk meg egy stabil, megbízható hátteret teremteni. Remélem, hogy ez sikerülni fog, és azért még tudunk majd szép eredményeket elérni. Beszéljünk a szombati mérkőzésről, a Kaposvár érkezik a VEM csarnokába. Ugyan ránéznek a tabellára és a Kaposvár eredményére a szurkolók, akkor azt mondják, hogy kit verjen meg a Nyíregyháza, ha nem ezt a csapatot, de hát ez meccsek előtt hangzik el, de mikor kifut a pályára a csapat, akkor azért sok minden másként alakul, ahogy azt a szurkolók várják. Persze ez mindig így van, és kit verjünk meg, hogy ne hazai pályán, igazából mindenkit meg kellene vernünk. Ez sajnos nem így alakult, de a Kaposvár eredményeit azért, ha megnézzük az előző fordulóban, a Paks ellen majdnem meglepetést okoztak, csak hosszabbításban kaptak ki a Paks együttesétől, és egészen megbízható és stabil játékos kerettel rendelkezik. Ha a légiósoknál a Pulyko 2-3-as pozícióban bevethető játékost említem, aki egy igazi dobó és mérkőzésenként 10-3 pontos rádobása van, akkor egy picit előrevetíti az, hogy milyen stílusban játszik a Kaposvár. Illetve nagyon jó palánk alatti játékosaik vannak. Van 3 olyan játékosuk, akik szerepelnek a válogatottban, ugye a Hennei Roli, Fodor Marci és Grevenár Péter személyében. Grevi kevesebbet játszott az elmúlt időszakban, és sérült volt. Nem tudom, hogy mennyire fognak majd számítani rá a kaposváriak, de feltörekvő játékosai közül Benke Szilárd nagyon jó teljesítmény nyújt az egész bajnokságban, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy kemény feladat vár ránk. Tíz gólt szerzett idei első két felkészülési mérkőzésen a Kisvárda Mastergood. A Putnokot 3-0, a Táját pedig 7-0 verték a várdaiak.
Sok tapasztalatot tudtunk ezeken a két mérkőzésen is gyűjteni. Természetesen az edzőmérkőzésekből messze menő következtetéseket nem szabad levonni, annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy tökéletesen illeszkedtek a felkészülésünkbe ezek a mérkőzések. Az első meccsen ugye inkább a játékkal voltunk elégedettek, a másodikban pedig a kialakított helyzetekkel, illetve a góloknak a számával. Nagyjából két egyforma erőségű csapatot sikerült kiállítani, hiszen azt tudtuk össze is, hogy meglehetősen erős és bő a kisvárdai keret. Így van, arra törekedtünk, hogy ezekből a mérkőzésekből, és ezt le is mondtuk a játékosoknak, hogy messze menő következtetéseket természetesen ők se vonjanak le a kezdőcsapatot illetően, hiszen azért február 20-a még odébb van, de azért is forgattuk őket úgy, hogy két körülbelül azonos képességű csapatot tudjunk pályára küldeni, és igazából itt elsődlegesen a cél az volt, hogy mindenki 90 perces mérkőzés terhelést kapjon. Eddig hazai környezetben készül a csapat, milyen körülmények között tudtok dolgozni? Kisvárdán minden feltétel adott a megfelelő szintű munkavégzéshez, hiszen a megfelelő gépek, eszközök rendelkezésre állnak, és hát van műfű is, amin megfelelő szintű munkát tudunk végezni. Nagy játékos mozgás még nem volt a keretben. Mi az, ami biztosra vehető a távozókat és az érkezőket tekintve? Hát én úgy gondolom, hogy a nyári átalakításhoz képest nem is várható, hiszen a csapat megfelelően szerepel, tehát úgy gondolom, hogy a célkitűzéseknek megfelelően. Én úgy azt szeretném, és azt is beszéltük a szakmai igazgatóval közösen, hogy elsődleges célunk az mindenféleképpen, hogy a keret együtt maradt, és most megfelelően együtt tudunk felkészülni a tavaszi szezonra. Ez látszik is a csapatnak a kialakításán. Aki biztos távozó, ugye a Koronci Bence, a Fazekas Géza, most a Müller Zsoltot kölcsön adjuk még Nyírbátóra. Az érkezői oldalon pedig nagy számról nem tudok beszélni, hiszen egyelőre csak a Délceg Gergely, ugye a Budapest Honvédtól, és a Bagi István pedig Békés Csabáról érkezik hozzánk. Még egy poszt van, akit keresünk, a kapus személye, hiszen Tarci Pált is elengedtük, ő ugye Mosonmagyaróváron folytatja a pályafutását, egy megbízható kapusra mindenféleképpen szükségünk van. Folynak a tárgyalások, de amíg nincs konkrétum, addig ezzel kapcsolatban nem szeretnénk semmit sem mondani. Január végén Törökországba utazik majd a csapat, addig mi a program? Hát ugyanúgy készülünk a következő napokban, hetekben, mint ahogy eddig is tettük, tehát dupla edzések vannak egész héten. Ennek megfelelően most még inkább a kondicionális képességek fejlesztésén van a hangsúly, nem pedig a csapatjátéknak a csiszolásán, az majd Törökországba vár a társaságra, hiszen ott megfelelő számú edzőmérkőzés fogunk tudni játszani. A Törökország úti kián lépnek még pályára? Ugye jövő héten, vagy hát most szerdán Balmazújvárosban, szombaton dupla mérkőzés fogunk Kisvárdán játszani ismét, ahol a Nyírbátor és a szlovák másodosztályú Bardajó lesz az ellenfelünk, és utána való héten szerdán, azt hiszem 27-én pedig a Cigánd és a Debrecen fog Kisvárdára látogatni. Pénteken 10 napos Törökország edzőtáblázó utazott a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttesen 4 mérkőzés játszik Belekben. A vezetőedzővel az elutazás előtt beszélgettünk. Fele más tapasztalataim vannak. Aki a munkát elvégezte, az nagyon szépen dolgozott. A fizikális felkészítés dandárja megtörtént. Mostantól kezdve a csapatjáték finomításával foglalkoznánk, viszont az ambivalencia azért van bennem, mert rengeteg sérült játékos van a csapatban. Nagyon kevesen voltunk eleve is, és nagyon sokan kiestek különböző okok miatt. Ez nem jó. Azon fogunk dolgozni, minél korábban ők visszajönnek, és minél korábban tudjunk a kimondott csapatjátékunkkal majd foglalkozni. Említsük meg azért név szerint is, kik azok, akik sérüléssel bajlódnak kisebben, nagyobban. És hát tudjuk azt, hogy a Zorán Kostics egy porc operáción van túl. A Szávó Rakovics orrsövényműtéten szintén, ami egy kis komplikációval járt, de ő már hál' Istennek tud edzeni. Abdunak a térdefáj, a Ramosznak szintúgy, a Szokor Zsoltnak meg kisebb húzódása, az egyetlen ilyen izomhúzás az a Szokor Zsolté, a többiek inkább izületi gondjaik vannak, de ez nekünk sok, hiszen elég szűk ott a keret, hát reméljük, hogy mi hamarabb visszatérhetnek. Kik azok, akik már fixen Aszpariban kezdik majd a tavaszt? A Szécsi Márkkal a klub megállapodott, nagyon boldog vagyok, egy kiemelkedő képességű játékos ismerés, egy ismerős kerül hozzánk vissza. A Szalai Vilmos szintúgy nálunk folytatja, és lehet, hogy még abban bízom, hogy lesz egy régi ismerős, de nem akarok még túlságosan előre szaladni. Egy szlovák fiúval még tárgyalunk, aki volt már Aszpariban, nagyon szeretném, hogyha visszajönne hozzánk.
Pénteken elutaztok a törökországi Belekbe. Mekkora kerettel utaztok, és milyen körülmények várnak rátok? Körülmények kifogástalanok lesznek, hiszen én voltam itt játékosként, hát jó sokszor edzőként, eddig egyszer a Sparival, de a tavaly tavaszi jó szereplésünkben a tábornak óriási szerepe volt, nagyszerűen sikerült az akkori fölkészülésünk. 18 fős kerettel és 7 stártoggal fogunk megérkezni pénteken este, estére, ha Jóisten megsegít minket Belekbe. Remélem, hogy hasonló kvalitású munkát fogunk elvégezni, mint tavaly ilyenkor. Mit lehet tudni az ottani ellenfelekről, mennyire fix már a program? Teljesen fix, 4 edzőmérkőzésünk lesz. Egy alacsonyabb osztályú berlini csapattal fogunk kezdeni, aztán pedig 3 kemény meccsünk lesz, 3 volt szovjet tagállami, utódállami csapattal fogunk játszani, mind 3 Premier Ligás, örmény, grúz és kazak ellenfélel fogunk játszani. Úgy érzem, hogy ez megfelelően fogja a felkészülésünket szolgálni, kemény meccsek lesznek, de mindenképpen szeretnénk egyrészt ugye hát jót gyakorolni, másrészt Szabolcs-Szatmár már Bereg megyét, illetve Magyarországot méltóképpen képviselni. A Magyar Diáksport Szövetség kitüntetését vehette át Szekér Lászlóné, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium testnevelője. A Magyar Tudományos Akadémia megtartott rendezvényen az elmúlt év versenyén legjobban szereplő intézményeket és testnevelő tanárokat díjazták. Január elején értesültem erről a hírről. Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés, hiszen itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében nagyon sok kiváló testnevelő van, aki igen nagy eredményeket érnek el. A te neved hosszú ideig összefonódik a röplabdáról, és összefonódott a Bem József Általános Iskolával. Milyen eredmények vannak e mögött, az elismerés mögött? Én úgy gondolom, hogy nem csak a tavalyi év, bár a tavalyi év kimagasló volt, megnyertük a gyerekekkel a terem röplabda diákolimpiát, illetve a strand röplabda diákolimpiát, de nagyon-nagyon régen dolgozom már a Bembe, és nagyon sok aranyérem, ezüst, bronzérem, illetve helyezés van a hátunk mögött. 2015 őszétől már a Vasvári Pál gimnázium testnevelője vagy. Mennyiben más középiskolásokkal dolgozni, mint általános iskolás gyerekekkel? Más, mind a kettőnek megvan a szépsége. Az általános iskolában nagyon szerettem dolgozni, a Bem József iskolában. Igazán sosem gondoltam, hogy eljövök onnan. Jött a számomra egy lehetőség, egy kihívás, amivel úgy gondolom, hogy élnem kellett. Egy nagyon híres iskolába kerültem, ahol a sport kimagasló vagy központi helyen van, az iskola vezetés maximálisan támogatja, illetve a kollégák is kitűnő testnevelők, kiváló eredményekkel rendelkeznek. Tekintve, hogy a Bemben röplabdázni megtanul gyerekek közül jó néhányan jönnek a Vasváriba, gondolom voltak ismerősök az új diákok között. Igen, évnyitón többen oda jöttek hozzám, és gratuláltak, és nagyon örültek, hiszen 4 évvel ezelőtt Pécsen diákolimpiát nyertük, és nagyon bíznak ebben az évben, hogy újra sikerre vezetem, vagy vezethetem a csapatot. Visszatérve még az elismerés, a Magyar Tudományos Akadémián adták át a díjakat, milyen körítéssel, milyen körülmények között? Nagyon-nagyon színvonalas volt, hiszen ezen a rendezvényen részt vett a köznevelésért felelős államtitkár, a sportért felelős államtitkár, nyíregyházi kötődésű Szabó Tünde, a Klik elnöke, Balogh Gábor, a Magyar Diáksportszövetség elnöke és olimpikonunk Cseh László. Egy ilyen díj után mindig azt mondják az embernek, hogy magasra tette ezzel a mércét. Mi az, amiben motivációt jelentett a továbbiakban ez az elismerés? Ez motivációt ad számomra, hiszen egy új lendületet, ez egy nagyon-nagyon jó dolog ez az elismerés, de azt hiszem, hogy nem csak magamról szerettem volna itt már elnézést kérek beszélni, hanem azokról a gyerekekről, akikkel ezt ebben a múltan évben elértünk, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Példamutatóan dolgoztak az országos döntőn, én úgy gondolom, hogy a Bem József Általános Iskola hírnevét messze-messze-messze vitték, és ezt szeretném a Vasváriba is, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és mindent megtenni ezért, hogy itt is nagyon-nagyon sikeresek legyünk. Már is itt van a hétvégén egy lehetőség, az országos döntőbe jutott a lány röplabda csapat. Milyen esélyekkel, milyen reményekkel utaztok a fináléra? Nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk érmet nyerni. Reális esély van rá, bár elég nehéz, hiszen összevont korcsoportról beszélünk, ahol a elsős gimnazistától a negyedikesig mindenki játszik, és van olyan csapat, ahol az idősebbek többen vannak nálunk, inkább a fiatalabbak. Meglátjuk, hogy de mindent megteszünk érte. Annyit még, hogy hol lesz a döntés, itt lesznek a csoportmeccseken az ellenfelek?
Veszprémben lesz az országos diákolimpia, ott van a veszprémi csapat, két kaposvári csapat, budapesti csapat, Békés Csaba és a Szabolcs-Szatmár-Bereg. Heti négy edzéssel készül a bajnokság tavaszi folytatására a Baktól-Orrendházi futballcsapat, amely hét felkészülési mérkőzésen lép majd pályára. A felkészülésnek már több éve az az első lépés nálunk, hogy elmegyünk a Kelet-Magyarország Eismarra, ami lényegében azt lehet mondani, hogy egy kötetlen jellegű torna, és aztán a következő héten elkezdjük a felkészülést. Hát a múlt héten már hármat edzettünk, itt a kis műfűves pályán, inkább ilyen ráhangoló jelleggel volt az edzés, ami azt jelentette, hogy szétosztottuk négy csapatra a csapatot, kettő játszott, kettő pedig közben futott, illetve szögdelt a lépcsőn, és az igazi munkába azt lehet mondani, a javába azt a héten vágtunk bele. Négy edzéssel és egy felkészülési mérkőzéssel az első két-három hétben, ami úgy telik, hogy a három edzést azt itt tartunk a műfőn, illetve itt a pályán körbe, tehát meg tudunk csinálni mindent, ami ilyenkor szokásos, illetve kell, az erősítés is szükséges, illetve egyszer kimegyünk a tűzoltó pályára. Hát sajnos munkahelyi elfoglaltságok vannak, illetve iskolai elfoglaltságok vannak, így a délután két óra vagy fél-három edzés az nem megoldott, viszont egyszer egy héten úgy össze tudunk jönni, és akkor kimegyünk nagy pályás gyakorlatokat tudunk végezni nagy pályán. Hány tag a keret jelenleg? Vannak-e távozók és vannak új játékosok? A felnőtt keret az 18 tagú, távozó a Balogh Zsolt, az új játékosok az érkezők közül pedig a Ráti Gergő és a Murgu Csaba, akik a felnőtt kerethez érkeztek, illetve több ifista srác is így gyakorol. Hozzátartozik, hogy az ifi csapatunk az egész jó szerepelt az őszi szezonban. Közülük a Bökönyi Levente, a Berki Gergő és a Murgu Norbert, illetve a Bodnár Gábor a felnőtt kerette gyakorolnak. Közülük most per pillanat csak egy gyerek van itt, mert ők hétvégén tornán vettek részt és pihenőt kaptak. Az őszi szereplés nem úgy sikerült a csapat számára, hogy azt vártátok, miben kell javulni az most itt a téli felkészülés alatt, hogy a tavasz jobb legyen? Hogyha egyszerűen akarnék erre válaszolni, akkor azt mondom, hogy mindenben. De hát természetesen vannak dolgok, amiket kielemeztünk, hogy mi miatt volt, hogy volt, mint volt. Tehát a csapatot képesnek tartom arra, hogy bármikor bárkit legyőzzen ebbe az osztályba, ehhez nagyon sok minden kell. Nagyon kevés az, hogy helyszik az, hogy jó játékosok vagyunk, illetve jó csapatot alkotunk, és akkor már minden adva van. Küzdőszellem kell, taktikai fegyelem kell, és egy kollektív akarás kell hozzá, én úgy gondolom, és akkor minden rendben lesz. Az igazság, hogy az elmúlt idők sikerei egy kicsit elkényelmesedett a csapat is, és jó magam is. Ennek megittuk most a lévét az ősszel. Az ősz tükrében milyen tavaszra lehet számítani most, mert azért mindenki játszott egyszer mindenkivel, ismerik egymást a csapatok? Az igazság, hogy eléggé kiegyenlített a mezőny. Azért van egy-két csapat, aki kiemelkedik, de eléggé kiemelkedik mondjuk az Ibrány ebből a mezőnyből, és én úgy gondolom a bajnokság első számú esélyese, de a kieső helyezett csapatok a híreket hallva egész komolyan erősítenek, úgyhogy egy kiegyensúlyozott bajnokságra számítok, ahol nüanszok fognak dönteni sok meccsen. Kérdéses, hogy azok az emberek, akik képesek arra, hogy eldöntsenek meccseket, azok milyen formában fognak játszani, illetve megfelelően hinkadtak tudnak-e maradni a mérkőzések folyamán. Hány felkészülési meccset és kik ellen terveztek a bajnoki nyitányig? A felkészülési mérkőzéseink azok úgy lesznek, hogy 30-án kezdünk a Nyírmadával, aztán két hétközi meccset iktattunk még be, egyet a Nagyecsed ellen, illetve egyet a Tuzsér ellen. Úgy gondolom, ezek színvonalas edzőmérkőzések lehetnek komoly ellenfelekkel. Valamint neveztünk a műfőes tornára Nyírbántorba, ahol szintén játszunk négy mérkőzést, így tehát hét mérkőzésre fogunk készülni a bajnoki nyitányra. A jövő héten, és ezen a héten hétvégén szombaton tervezünk egy egymás közti játékot, amit azért tartok jónak, mert hogyha játszok egy edzőmeccset, akkor leosztom a csapatot, és akkor két fél időt játszik, itt viszont akkor mindenki fog játszani körülbelül 40 perces, 240 perces a tervezem, akkor 80 percet. Említetted, hogy véleménye szerint ez a csapat bárkit képes megverni a megyei első osztály mezőnyében. Hová kalibráltátok be a bajnokság végére a csapatot, milyen helyezéssel lennél elégedett? Az az igazság, hogy a bajnokság elején, mikor elkiindultunk, akkor az első öt hely megszerzése volt a célunk. Hát az, az igazság, hogy ettől már messze kerültünk. Tehát úgymond most kimondott célunk azzal kapcsolatosan nincs, hogy hanyadik helyen szeretnénk szerepelni a végén, természetesen minél előrébb. A következő meccsre koncentrálunk, eredményességet illetően, illetve az a célunk, hogy a következő bajnokságra már most a tavasszal kezdjük összerakni egy olyan csapatnak a gerincét, amire majd lehet leszépíteni majd az ősz folyamán, ugyanis azért a keretünkből az kiderül, hogy sok a, hát véleményem szerint kb. 4-5 olyan játékos van, aki az elkövetkező 1-2 éven belül valószínűleg abba hagyja az ilyen szintű labdarúgást, és most már szép lassan el kell kezdeni azon dolgozni, hogy egy új csapatot építsünk fel.
nem jutott az 5.-6. korcsoportos fiú kosárlabda országos döntőjébe a Nyíregyházi Kludi Gimnázium csapata. Kovács Tibor együttese egy vereséggel és egy győzelemmel zárta a debreceni elődöntőt. Már a sorsolásnál biztos volt, hogy nagyon nehéz csoportunk van. Minden évben lutri ez, mert a régebbi időszakban látszott az, hogy egy megyei győztes melyik töretre is kihez kerülhet. Most már a megyei döntők után sorsolja az Országos Szövetség össze a csapatokat. Mi Debrecenbe kerültünk a hazai Tóth Árpád gimnázium, a Csongrád megye győztese a szegedi Radnóti gimnázium, illetve Békés győztesével a békési szegedi Kis István gimnázium csapataival együtt. Illetve hát már akkor láttuk, hogy a Debrecen mondhatom magunkat, és a Szeged kiemelkedik ebből a mezőnyből. Az eddig eredmények alapján mind a három csapat akár ott is lehetne az országos döntőbe. Emellett az is szól, hogy tavaly mi voltunk az országos döntőben, a Szeged nem. Egy helyezéssel volt előttünk a Debrecen az országos döntőben. Két éve mi vertük ki a Debrecent ugyanezzel az összeállítással. Most sajnos így sikerült. Mi múlott a továbbjutás? Ott helyszíni sorsolás volt, és a Fortuna, illetve hát sajnos nem a Fortuna kedvezett nekünk, mi a Debrecennel kerültünk rögtön össze az első fordulóban. Azt tudtuk, hogy a Debrecen általában középiskolás szinten is egész pályás letámadást alkalmaz, egész pályán hajtják a védekezésben az ellenfelet. Erre készültünk is, de sajnos ott a pályán ez nem jött össze, több eladott labdánk volt, támadásban nem tudtunk megfelelő ritmusban játszani, akadozott a gépezet, nagyon sok helyzetet kihagytunk, ez pedig kihasználta az ellenfél, és már az első negyedben 20 pontos előnyre tett szert, és hiába játszottunk utána három negyeden keresztül egyenlő helyzetet, ez az első negyed eldöntötte a mérkőzést. Ezúttal ugyan a csapat nem jutott az országos döntőbe, de az elmúlt három évben ott szerepelt, részt vett a franciaországi középiskolás világbajnokságon, úgyhogy ha az elmúlt évre tekintünk vissza, mindenképpen egy sikeres társaságról van szó. Ha megragadhatom az alkalmat, és én szeretem emberi oldaláról is mindig megközelíteni ezt a részt, hagy mondjak köszönetet egyrészt mindazoknak, akik ezt a 3-4 évet lehetővé tették, akár az iskola tantestületének, akár elsősorban a diákoknak, akik a tanulás mellett nem kevés áldozatot hozva részt vettek az edzéseken, és azoknak az edzőkollegáknak, akik besegítettek az évek folyamán, akiknek a kezei közül általános iskolából is sikerültek ezek a játékosok. Tehát közös sikernek érhetjük el ezt. Azt gondolom, és talán nem túlzok ezzel, hogy nagyon sok munka volt ebben az eredményben. Az előző három évben országos döntőbe jutottunk ezzel a csapattal, részt vettünk a franciaországi világbajnokságon. Most sajnos ez dobta a gép, nagyon csúnyán fogalmaztam. Egy mérkőzésen eldőlt a továbbjutás, de én azt gondolom nem tehetek szemrehányást senkinek, mert a lehető legtöbbet próbálta adni. Sajnos sérülések is közben jöttek a mérkőzés előtt, nem tudtunk teljes csapattal kiállni, de mindig az a legjobb csapat, aki adott szituációban szerepel. Meg kell hajolnunk most a győztes csapat előtt, és sok sikert kívánunk nekik az országos döntőben. Lesz-e olyan, aki a Krudi srácok közül esetleg hosszabb távon tervezhet a kosárlabda pályán? Krudi gimnázium a tanulás mellett mindig híres volt arról, hogy különböző sportágokban nagyon ügyes sportolókat adott ki, akár a megyének, akár az országos szintű válogatottaknak is. Most is látok több olyan játékost, aki oda kerülhet. Sajnos több végzősünk van, talán nem bántok meg senkit, ha egyelőre csak egy nevet emelek ki, Farkas Dánielt, aki most jelenállás szerint 16 évesen már benne van az NB1 U20-as csapatában is, és elég jó teljesítmény nyújt, egyenletes teljesítmény. A hozzáállása, a tudása, a magassága mindenféleképp feljogosít arra. Én látok benne azt, hogy jó NB1-es játékos is válhat belőle. Az elmúlt évek tükrében milyen döntésnek tűnik az, hogy a korábbi két kor csoport helyett most már egy korcsoportban versenyeznek a középiskolások, tehát 15-18 fiatalok egy korosztályban léphetnek pályára?
Én azt gondolom, illetve hát nagyon sok kollégával, több megyebeli testnevelővel egyeztetve ezt, rossz megoldásnak érezzük ezt a döntést. Tiszteletben tartva, hogy biztos, hogy sok mindent mérlegelnek az előjárók és a Diáksportszövetség vezetői. Én azt gondolom, ennek főleg egy oka lehet, én azt gondolom mindenki sejti, hogy mindig a pénzről van szó az anyagiakról, ami nem egyszerű megoldást jelent, de talán ezen túlmenőleg szeretnénk olyan fajta megoldást találni, akár önköltséges alapon, akár támogatók bevonásával vagy segítségével megyei szinten, hogy ezek a legfiatalabb tanulók, akik bekerülnek középiskolába, de még fizikálisan, és elsősorban azt mondom, fizikálisan nincsenek olyan szinten, hogy egy iskola válogatott csapatába bekerüljenek, azok is tudjanak versenyezni, és nagyon jónak találnánk azt, hogy ismét megbontásra kerüljön a két korcsoport, aki tehetséges versenyezzen fel, aki meg kevésbé, az is tudjon élni ezzel a lehetőséggel, büszkén tudja viselni az iskolának a mezét, és nem utolsó sorban a szövetségi bajnokságban szereplők mellett az a néhány játékos, aki kevésbé tehetséges, talán örökre szóló emléket szerez azzal, hogyha részt vesz akár egy megyei döntőn, akár egy országos döntőn, de továbbiakban nem ér el nagy sikereket. Úgyhogy ezúttal is, ha lehet ilyet kérni, próbálják megfontolni az illetékesek azt, hogy talán ez a legnagyobb lehetőség arra, hogy a diákokat megmozgassuk. A testnevelés órák mellett természetesen. Győzelemmel kezdte az évet a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a BKV előre csapatát fogadta, és a fővárosiak 6-2-es vereséggel távoztak a stadion Teke csarnokából. Nagyszerű kezdésünk ellenére a középső sorban egy picit izgalmassá tettük a mérkőzést, de a zárósor abszolút be tudta húzni ezt a mérkőzést, így az eredmény egy kicsit csalóka, ez a 6-2-es arányú hazai győzelem és több mint 130 fával. Aki látta, ahogy mondtad, az mindenképpen belül izgalmas párharcokat, izgalmas szetteket láthatott, és azt lehet mondani, egy-egy párharc nyanszokon múlott, egyik vagy másik fél javára, úgyhogy mindenképpen egy élvezetes jó mérkőzést láthatott, aki látogató közönség. Az első sorban rögtön nagyon fontos volt, hogy a Szlovenszki Tibor és mellette a Magyarorsi Péter, aki Szegedről hazatérve egy jó formát tudott bemutatni, és lehet, hogy az eddigi legjobb nyíregyházi teljesítményét produkálta így verseny közben. Így köszönhető volt annak, hogy több mint 80 fás előre és 2-0 arányban vezettünk. A Magyarorsi Péterre a vendégek az egyik legjobbjukat írták rá, tehát mindenképpen neki kockáztatni kellett, azért is, mert a BKV előre az utolsó helyen tanyázik a tabellán, úgyhogy nekik minden egyes pontot nagyon meg kell becsülni, úgyhogy kellett neki koncentrálni arra, hogy esetleg meglepetést okozzanak, és ezért kellett mindenképpen kockáztatniuk. A középső párban úgy láttuk, hogy a Ráski Jánosra az egyik biztos vendégpontot írták, míg jó magamra egy közepes eredménnyel bíró játékost. Sajnos nekem néhány fákon mentek el a másik, amelyik negyedik szettek, és így alakulhatott ki, hogy a középső pár után 2-2-re álltunk, és még vezetünk 42 fával, de a zárósorban még bármi előfordulhatott. Azonban nagyszerűen bekezdett a Hakkel-Szegő Levente párosunk a zárósorba, és mivel már Dezső rögtön az első pályán több mint 50 fát vett ellenfelére, így már biztosan lehetett tudni, hogy hazai siker fog következni, de azért még mindenképpen meg kellett küzdeni a fontos szetpontokért, és az utolsó pályán a Szegő Levente is begyűjtötte a fontos csapatpontját, és így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban, a végén egy kicsit megnyugodva, de mindenképpen nagyon fontos két pontot hoztunk hazai Nyíregyházára. Ez a két pont akkor élne igazán sokat, ha követni egy idegenbeli bravúr. Milyen esélye utaztok a hétvégén Kaposvárra, ahhoz a Kaposvárhoz, akinek azért van miért visszavágni? A Kaposvár ellen még soha nem sikerült diadalmaskodnunk. Nagyon érdekes ez. Eddig kétszer játszottunk hazai pályán, mindkétszer őszi nyitófordulót hazai pályán a Kaposvárral. Tavaly sem sikerült, most is jó néhány fával, közel 40 fával buktuk el az akkori párharcunkat, és idegenbe, hogy visszaemlékszek a legutóbbi ottlétünkre, egy nagyon parás hangulatú, nagyon jó mérkőzést játszottunk, ahol az utolsó dobásokig azt lehet mondani, hogy kiélezett párharcban tudtak a hazaiak egy nagyszerű finisht
nyitva megverni bennünket. Meglátjuk, hogy most milyen esélyeink vannak, úgy gondolom, hogy vannak esélyeink, főleg annak tudatában, hogy a mostani fordulóban Ferencváros pont Kaposvárra látogatott, és a Kaposvár 2-6 arányba kikapott a Fraditól. Biztos vagyok benne, hogy ők rajtuk most már egy kicsit teher is lesz majd azáltal, hogy már jó lenne nekik egy hazai győzelem így a következő szezon elejére. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem feltett kézzel megyünk Kaposvárra. Tavalyi évben már egész jól érezte jó néhány játékosunk a kaposvári pályát, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk jól játszani, és nagyon bízom benne, hogy végre valahára egy ilyen meglepetés újra benne van ebbe a csapatba, és most Kaposváron kijön majd nekünk a lépés. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!